Az Országos Onkológiai Intézetben készültek ezek a felvételek korábban. Ez a legnagyobb rákbetegeket kezelő centrum az országban. 29 ilyen központ van Magyarországon. Ezekkel együtt összesen 39 kórházban gyógyítják a rákos betegek 93%-át, de 350 olyan intézmény van még, ahol folyik valamilyen rákgyógyítás. Ezen változtatna a Magyar Nemzeti Rákellenes Program. Ennek tervezetét a Népszava szerezte meg. A lényege, hogy a daganatos betegeket csak az erre a feladatra kijelölt centrumokban kezelhetnék. A tumorgyanú esetén egyből megyei kórházakba utalnák a betegeket. Erről már pénteken beszélt az Emberi Erőforrások minisztere az Inforádióban. Nem az a lényeges a daganatok esetében nagyon komplex diagnosztikáról és terápiáról lévén szó, hogy a szomszéd utcába legyen az ellátóhely, hanem hogy oda kerüljön a beteg, ahol nagyon gyors a diagnosztika és értemi a kezelés. A miniszter szerint a központosítás gyorsítaná az ellátást. Ha a beteg egy kórházba megy, és nem küldik az egyik helyről a másikra, és nem kell mindenhol két hetet, egy hónapot és a többi várnia, akkor azt a rendeletet, amit javasoltunk, hogy még régebben az országos intézetből, hogy két hét alatt legyen diagnózis, ezt meg lehet valósítani. A Magyar Rákellenes Liga elnöke szerint az ötlet jó, de kérdés, hogy van-e elég pénz mindezt megvalósítani. Nagyon fontos az, hogy ebben a rendszerben mindenki tudja, hogy merre van a következő lépcső, hogy hova kell irányítani a beteget. Tehát én mindenképpen jónak tartom, még akkor is, hogyha egy bizonyos esetekben utazással jár együtt. A Népszava szerint a programban szó van arról is, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnének a megelőzésre, a szűrésekre. Magyarországon vezetnének be elsőként Európában egy újfajta tüdőrák szűrést egy speciális CT-vel, amivel évente 200 ezer ember tudnának megvizsgálni. Emellett a vastagbélrák szűrési program idei elindulása is benne van a programban. Az onkológiai rendszer átalakításáról szerettünk volna interjút készíteni Kásler Miklóssal. Az Emberi Erőforrások minisztere azonban nem nyilatkozott híradónknak, ahogy májusi miniszteri kinevezése óta egyetlen alkalommal sem. Molnár Eszter, RTL Híradó, Budapest.